Sziasztok! A mai forgatás egy kicsit, nem kicsit, nagyon interaktív lesz, ugyanis ti fogjátok eldönteni, hogy éppen mit csináljak, mit tegyek, mit reggelizzek, mit vacsorázzak, úgyhogy lássunk is neki, kezdjük a reggelivel. Szóval, mi legyen a reggelim? A opció volt hurka kolbász, egyébként tudni kell, hogy gyűlölöm a hurkát és a kolbászt, talán életembe egyszer gyerekkoromban vettem, azzal is negatív élményeim vannak. B opció megreggeli, reménykedtem ebbe, de sajnos nem lett. Vagy egy C nagyon sablon riskás, hát természetesen a A opció nyert, a hurka kolbász. Véres hurka volt, májás véres. Ez meg sima kolbász. Nekem ez a hurka kolbász, ez gyerekkori trauma. Maga a disznóvágás is, nem csak a hurka kolbászevés. Ezzel még talán meg tudok barátkozni, de ez. Tehát ez nekem nem megjátszott undolni, ez tényleg. Még ezt talán. De a véres hurka az kemény lesz. A hölgy megkérdezte bent, hogy véres vagy májas. A hurkától szerintem jobban csak a máját utána. Nem mondom, hogy rossz, de nem lesz a kedvencem. Ez tényleg nem fog menni. Még egy próbát. Az abban tegre fog állni. Ú, de finom! Ez nem. Tesztem. Beleraptam, de tényleg összeálljon magam. Nem, ezt nem bírom. Ezt tényleg nem bírom megenni. Hát kidobni nem dobjuk, elviszünk és valami rászólózat neki adjuk. De ezt nem, Dói, ezt nem bírom megenni. Tehát ez a hurka kolbászevés nem sikerült túl sikeresen. És csömörből vödörbe kerülök, mert a csípőset sem bírom. Most pedig meg fogom enni a legcsípősebb szószt egy társult kumplival. Lássunk is neki! Jó, a legerősebb, legcsípősebb. Ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon ilyen. Ez nagyon. De minni valót mondjuk ki? Mit? Tejet szoktak, azt hiszem nem inném, hogy van. Te bírod a csípőset, főnök? Nem. Hát, nem vagyok egy óriás csípős. De ez kemény. Nagyon kedves szakács barátom, itt felvilágosodott, hogy kérdeztem a csípe, mondta, hogy ez nagyon kemény lesz, hogy ebből kettő cseppet rak az öntetbe, és úgy egyem. Tehát ez nem, én ezt tisztán kértem. Aztán lássunk is neki. Hát az most csíp, baszki. Nem vészes. Legyek még. Mindig kérletek.
Hú. Ah, hú, bassza meg. Sima nasty. Hú, srácok, ez nagyon kemény. Ez egyre rosszabb, hallod? Addig jó, míg a tej van a számba. Egyek még, Isten őriz. Ó, bazd meg, még mindig csíp az el. Ennek örömére ezt megcsináltam, megkóstoltuk, most megyünk tovább, megnézzük a gyakorlatokat, de előtte még megszavaztátok, hogy megbírok enni 3 zacskó gumicukrot edzés előtt. Lássunk is neki. Jó, bazd meg. Ez még mindig szar, hallod? Na most ez 3 zacskó 225 g-os gumicukor, és ezt kellene megennem most előtte, úgyhogy kezdem ezzel. Egyébként ezt mindet, nagyon szeretem a gumicukrot, úgyhogy ez pont jó. Már nem mindom, hogy 3 zacskó megbírok enni, de nézzük. Talán békás a kedvencem. Közben megnézzük applikációval szakszerűen, hogy a 3 zacskóval mennyi kalória, mennyi CH van. Durva nagyjából mindegyikben ugyanannyi van. Hát ez 2308 kalória és 520 g szénhidrát, 3,4 g zsír és 44 g fehérje. Egy zacskó elfogyott, hát ez könnyebben, mint a hurkál. Ezt még nehezebb enni. Hú, basszus. Nagyon jó kézügyességem van, meg ilyen nőgyógyász ujjaim, meg kezeim vannak. Jó volt. Jó szar. Na, utolsó kör. Fú, egy jó ideig biztosan fog gumicukrot ennünk. Utolsó kör. Utolsó körök. Hoppá, nem baj. És hogy hülyek maradjunk a legutóbbi videóhoz. 2 kóla az arcba, csinulás a harcba. Szóval, így a 3 zacskó gumicukor után megszavaztátok azt, hogy mutassa meg azokat a gyakorlatokat, vagyis mutassa meg azt a gyakorlatot, 3 gyakorlatot, amiket nem szoktam csinálni. Ennél a szavazásnál a mell nyert, és utána szorosan a karláb hát. Mivel a többi nagyon szorosan volt, és a mell nagyon kiugró, ezért úgy döntöttem, hogy mindegyik izomcsoportra fogok mutatni egy gyakorlatot, amit már egyáltalán nem szoktam, és azt is elmondom, hogy miért. Lássunk is neki. Tehát, amit merre egyáltalán nem szoktam gyakorlatot csinálni, az a fekvenyomás. Tehát először is tegyünk valamit tisztába. A fekvenyomás ettől függetlenül remek, nagyszerű gyakorlat, alapgyakorlat. Ha nincs semmilyen izületi problémád, mint például nekem könyök problémád, vagy váll problémád, rotátor problémád, akkor szerintem csináld. Viszont, amiért nem szoktam csinálni, azt mindjárt elmondom, hogy miért. Miért jobban preferálom az egykezes nyomást? Legelőször is ugye a mellizomnak a funkciója a karok közelítése. A könyök és a kar közelítése. Ez egy rudas nyomásnál azért is rossz, ugye fix pályán van, vagyis mivel a rúd a kezedben van, a karokat nem tudod közelíteni. Ha nagyon össze akarod tolni a könyöködet, az már túl nagy terhés rak rá a könyöküzletre és a vára végén. Tehát nem tudsz egyáltalán egy ilyen mozgatot csinálni. Ezért ebből a szempontból sokkal jobb az egykezes, mivel szabadon mozog, nincs kötött mozgáspálya, így pontosan össze tudod tolni és oda tudod rakni, ahová éppen neked megfelelő. Ami még a fekvenyomásnál hátrány,
az, hogy a hiányzik a mozdulatnak a felső szakasza, pont az a préselés, és a legnagyobb terhelés az pontosan az alsó és a középső ponton éri a mellett. Viszont egykezesnél, vagy esetleg egy gépes nyomásnál, ott végig terhelés alatt van a mellizom. Pluszban hiányzik a mozgástartománynak az alsó része, mivel ha lefekszem, és kinyomom a mellkast, ugye a rúd, itt van a kezemben a rúd, azt megfogom, és ha leengedem, ugye ez itt lesz. Viszont a teljes megnyúlás a mellizomnak az igazából sokkal jobban alatta van. Arról nem is beszél, hogy egy egykezes nyomásnál sokkal jobban le tudod szorítani a válladat, mint egy rudas nyomásnál. A következő izomcsoport az nem más lesz, mint a kar, amit én egyáltalán nem szoktam már a karedzéseim során csinálni, és nincsen külön karedzésem, hanem egy másik izomcsoportra szoktam rakni, az a rudas karhalítás. Mégpedig azért, ha megnézitek és beálltok így, ugyebár a természetes könyökállás az pontosan így van. Viszont ha egy rúd van a kezedbe, a könyöknek be kell rotálni, be kell húzni a test mellé, és ezáltal, hogy a könyököt ezt próbáld ide behúzni, és próbáld erővel magad mellett tartani, vagy így tartani, az nagyon fogja nyírni a könyököt. Viszont, ha egy csigás gyakorlatnál beállsz, ahonnan az erőhatás egy oldalról jön, onnan, az odaforgatod, odaállsz, ahova szeretnél, vagy esetleg egy squatpados karhajtásnál is úgy rakod, oda rakod, ahova szeretnéd, vagy a másik opció, egykezes karhajtásnál egy padon megtámaszva a felsőtest, azt is pontosan úgy állítod a könyöködet, ahogyan szeretnéd. A következő gyakorlat, amit egyáltalán nem szoktam hátra végezni, az a mellhezhúzás széles fogással, mégpedig azért nem, mivel ezt a gyakorlatot igazából mindenki széles hátra szokta csinálni. Ez egyébként egy nagyszerű gyakorlat, csak a fő izomcsoport az nem a széles hát, a latissimus dorsi, hanem a hátnak a felső része, a trapézizom, csukjás izom, izom, nagy görgetek izom, kis görgetek izom, stb. Stb. Széles hátra szeretnéd csinálni, ne ezt csináld, hanem inkább az iliek lehúzást, ahol egy kézzel, egy ide beülsz a hátlehúzóhoz, egy kézzel ülsz be, és a test mellett vezet a könyök. Mint tudjuk, a széles hát az a felkarosz tapad és a bordáktól ered, így pontosan a kinyúlt állapota az így van. És itt a könyök a test mellett van, és nem így. Tehát a széles hátaktól fog a legjobban összehúzódni és kinyúlni, ha a könyök szorosan a bordák mellett vezet, és a bordák mellett jön is fel. Viszont széles fogású ráhúzás mellnél, ott ezzel a fogással a könyököt, akárhogyan akarod, nem tudod teljesen a tested mellett vezetni. Lehet próbálkozni, befogatod, behúzod, de igazából itt a mozgástartománynak az alsó része hiányozni fog, mivel nem tudod teljesen behúzni, mintha így lenne, nem fog maximálisan dolgozni a széles hátizom. Amire ez egy nagyszerű gyakorlat, az a, amit mondtam, a hátnak a felső része, viszont azt nem úgy kell kivitelezni, hogy egy széles lehúzásnál, hanem hátradőlsz, maradsz is hátradőlve, lapocka préssel, és onnan enged vissza. Lapocka összepréssel, megtart, és onnan lassan vissza, és ennyi. Tehát ez egy nagyszerű gyakorlat felső hátra, viszont nem széles hátra, úgyhogy ha széles hát gyakorlatot szeretnél csinálni, inkább az iliek lehúzást javaslom. Most sokkal meg fogtok következni a következő gyakorlatot, hogy miért nem csinálom már. Ez pedig nem más, mint a szabadsúnyúlás. Ezt jelen fázisban kettő okból nem csinálom. Egy, ugyanis volt egy térdsérülésem, és inkább keretem vagy feldugolok. Kettő, úgy gondolom, hogy az én szintemen már nagyobb a idézőjelesen kár, most ez furcsán hangzik, kár, mint a haszon. Mégpedig azért, hogyha megugolok egy rendes 4-5 kör zoralsorozatot a szabadsúnyúlással, azt vettem észre, és az intenzitás nagyon magas, az intenzitásnak súlyt értünk, tehát magas, nagy súlyt használok, azt vettem észre, hogy nekem olyan idegrendszeri fáradtságot generál, ami igazából nagyon sok nap mire kipihenem, és egy esetlegesen hiába van szerdán pihenőnapom a láb után, a következő edzésem, ami is úgy érzem, hogy fáradt voltam, leütött voltam. Ha pedig visszaveszek az intenzitásból, a súlyból, akkor pedig nem érzem maximálisnak a gyakorlatot. Tehát úgy gondolom, hogy az én
esetemben, az én jelenlegi helyzetemben többet profitálok egy Smith keretes guggolásnál, vagy egy guggolásnál, mint itt két okból is. Ugyebár itt, mikor rákészülsz a súlyra egy 250-270-es szabadsúlyos guggolásnál, még be se álltál a súly alá, az már egy idegrendszeri stressz, már stresszelsz, már agyalsz, idegrendszernek az már egy nagyon nagy stressz, idézős fáradtság. Ki kell venni a súlyt, mászni kell vele, mászkálni kell vele. A sérülés veszélye 250-270-280 guggolásnál egy ilyen mozdulatnál, egy rossz mozdulat, és ott többet nem is kell guggolni. Egy hack guggolásnál, ugye, vagy egy Smith keretes guggolásnál nyilván kötöttebb mozgáspálya, meg nem olyan hardcore, mert gép, de egyébként azt vettem észre, hogy a combom, mióta nem szabadsúlyos guggolok, hanem ezekre a gyakorlatokra alapozom inkább a guggoló mozdulatomnak a nagy részét, sokkal jobban reagál, mint mikor szabadság voltam. Ezt az old school mentalitás, ezen az old school mentalitáson kicsit túl kell lépni, hogy csak a szabadság guggolása jó, és csak ettől fejlődik. Mert a Ronnie Coleman is guggolt, és neki jó combja volt. Igazából a Ronnie Coleman, ha nem guggolt volna, és csak hegguggolt volna, vagy szízkeleten guggolt volna, is ugyanilyen jó combja lett volna. Úgyhogy ezen az old school mentalitáson kicsit túl kell lépni, tudni kell gondolkodni. Nekem mióta volt a sérülésem, azóta sokkal másképp látom a dolgokat. Féltem is a térdem egy szabadsúlyguggolástól, és amit említettem, azt vettem észre, hogy sokkal jobb, sokkal tömegesebb is a combom. Úgyhogy a szabadsúlyguggolás az én programomban, jelenlegi helyzetben és a jelenlegi ciklusban nem szerepel, nem mondom, hogy jövő közeljövőben nem fog szabadsúlyguggolni, de nem érzem már akkora használt a szabadsúlyguggolást, mint eddig. Úgyhogy ezt a gyakorlatot most meg se fogom nektek mutatni, mivel egy, be sincs melegítve a térdem, kettő pedig nagyon-nagyon rég guggoltam már szabadsúllyal. És őszinte leszek, szerintem egy rudas guggolásnál is, vagy egy simán szabad testsúlyos guggolásnál is meg lehet sérülni, úgyhogy ezt most mellőzöm. Utolsó, nem is tudom, challenge, kihívás, amit bár nem szavaztatok meg, de én láttam TikTokon és szerettem volna kipróbálni. Tehát a cél az az, hogy meg kell inni felvételt Sprite-ot úgy, hogy nem böfögsz, de én most nem felett fogok meginni, hanem megpróbálok egy litert. Lássuk. Húzórak, el. Bazd meg. Nem is egyszerű. Hú, Houston, baj van. Menni fog. Fejét lement. Hát majdnem megvolt a... Ezt már lehúzom. Na szóval, fejétel majdnem gond nélkül, úgy még maradt egy deci, tehát 9 deci, úgy ahogy teljesítve, próbáljátok itt is. Ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, kommenteljétek, és ha esetleg még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel, mindenkinek jó edzést, legközelebb is tartsatok velünk, sziasztok! Ez jó volt.